Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Kácsón, és a mai videóban pedig egy új LEGO Jurassic World-ös multipakot fogunk kibontani. 1770 forint, ott a limitált kártya benne, plusz az 5 bontatlan csomag. Ez igazából a legújabb Series 2-es LEGO kártyás Jurassic World elég jól néz ki, főleg az, hogy meg tudod nézni, ugye, hogy milyen limitált van hozzá, tudod dönteni, hogy kell -e, nem kell, stb. Illetve 1770 forintért a legolcsóbb kártyás széria még mindig, tehát ilyen multipakba is egészen menő a design hátulján is csomó info, kezdőcsomagot reklámozzák, különböző limitedeket, blistereket, szóval én azt mondom, hogy bontsuk is ki. Nézzük meg, magyar nyelvű, ugye, itt ez a multipak, maga a kártya pedig angolul van. De teljesen jól érthető. Oké, okay. na így aztán még jobban látszik a fénye, így már kevésbé tükröződik vissza. Elvileg ezt a limitáltat könnyű leszedni, mindjárt megnézzük. Hát ez tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Kicsit rajta marad ez a ragacs, amivel rárakták, de semmi extra, tehát le is jött, és már hibátlan állapotban ott van. A limited minden felragasztó nélkül. Ezt a panininél, nem tudom, miért nem tudják megoldani, mert ott mindig a multipakba össze lesz uh, cseszve, tépve, bármízve. A hátulja itt viszont hibátlan, ez tök jó. Ennek nagyon-nagyon örülök, és jól néznek ki ezek a limitedek. Oké, nézzük már a pakokat, de alulra négy fért, de fölőre plusz egy. Ezek cellux vannak megoldva ki is szabadítottuk az elsőt, megváltozik ugye az eleje a csomagoknak, de lényegi különbség nincsen, csak dizájnban néz ki jól. Öt kártya van egy ilyen pakban. És bontanám ki, de nagyon egyben van ez a csomag, úgyhogy fölülről bontjuk inkább. Ó! Ultra wild kinézetű. Fantasztikusan jól néz ki. Az figyeld már. Nagyon szép, nagyon szép kártya. Majd utána van itt nekünk egy Confused Trap kártya, egy park típusú lap, Lego elemekkel, Lego figurákkal, nagyon-nagyon tetszik. Majd egy Action kártya, illetve egy Blue maga a Dino. Nézzük a következő pakot innen középről. Meg is van. Kukancsuk is meg. Ó, van valami kis füzet hozzá. Na, néhány pakban van akkor elszór, hogy véletlenszerűen. Tájékoztató füzet, ez sajnos angolul van, de tényleg egy kis segítséggel le lehet fordítani, hogy hogyan kell játszani ezekkel a kártyákkal. Szuper jó. Oké, okay, és van itt nekünk egy trap típusú kártya, majd utána egy park, tényleges Lego elemekkel, még mindig imádom, illetve egy piroraptor, remélem, narancsárga, ez nagyon durva amúgy, hihetetlen erős szín, ez a neon narancs, T-rex, illetőleg itt a csillogós Gigantosaurus. Nagyon szép. Jól van. Jön a következő pak. Az a követnek oldalra. És akkor action típusú kártya. Kutyussal. Nagyon jól néz ki. Human. Henry Woo. Majd utána. Puzzle kártya. Ú, de jó. Amúgy annyira durva, hogy milyen éles a kártyán a, a, minta, a rajz, a grafika egyáltalán nem pixeles, nagyon-nagyon szépek. Itt is, Ankylosaurus, majd utána pedig egy delta, Dino Duel Delta lap. Ez is szép csillogós. Mi látszik, oldalra pakolom, az közben is látszik a csillogós. Azt figyeljétek, kegyetlen jól néz ki. Jó, jöjjön akkor, kövipak, ez már a negyedik lesz. mondtam is, úgy. És akkor nézzük. T-Rex, Atrociraptor, Dinosaur, Breakout. Ez egy jelenetkártya, park típusú. Majd utána Human. Ez egy puzzle lap. Nagyon menő, Jurassic World felirat, tök jó. Illetve egy Indominus Rex. És a végére pedig egy Dino Duel T-Rex típusú kártya. Super király. Utolsó. Azaz, lessük meg. Hát, ha ebbe jön még valami jó. Egy ilyen... Ö... Oh, szóval. Egy ilyen kis bemutató füzet. Az alkalmazás, vagy hát... Ö... Ha lenne hozzá, akkor hogyan néz neki, de ilyen offline, ugye ugyanúgy lehet vele játszani gameboardon. Amúgy milyen király lenne, ezekhez lenne valami telefonos, vagy valamilyen alkalmazás, én nagyon csípném. Kártonszaurus, dinoszaur, cheese, tehát ez is egy jelenet, ezt már sajnos nyitottuk egyszer, mint ahogy ezt is. Human típusú, van itt nekünk egy narancsárga, neon narancs, majd egy galiminus, illetve ez pedig egy velociraptor, méghozzá mérges típusú. Jól néz ki. Én elégedett vagyok ezzel a bontással, jöttek a fixen csillogósok a pakokból, ez nagyon jól néz ki, illetve itt meg a gold típusú kártya. Őszintén szóval ez a Multipa 1770-es szerintem eléggé megérős téma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Találkozunk a legközelebbi videóban, bontunk még, fogunk még bontani ebből, de ezt majd más is a csatornám. Köszönöm, hogy itt voltatok, addig is jók legyetek, sziasztok!